Karácsonyi fényeivel is foglalkozunk. Kérem, maradjanak velünk! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm stúdiónkban Szemenyei Dorkát és Csatai Gergőt, Bohóc doktorokat. Köszönöm, Sziasztok. Hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönjük szépen! Egészen mókás és mégis komoly dologgal kapcsolatban beszélgetünk most, így a karácsony kapcsán is, a szeretet, az adás kapcsolatával is, hogy kórházban jártok folyamatosan, és gyerekeket, gyerkőcöket boldogítotok a munkátokkal, ami talán nem is munka, jól gondolom? Én a magam részéről azt tudom mondani, hogy szerintem egyáltalán semmi munka jellege nincs azért ennek a dolognak, még hogyha vizitálisnek is hívjuk, vagy kórházlátogatásnak. Nagyon felemelő és nagyon vidám foglalkozás ez. Inkább kihívás, hogy mindig új helyzetekben minél jobban tudjunk a gyerekeknek adni, jobban tudjuk őket megnevettetni, vagy hogyha valaki ágyhoz van kötve, akkor hogy tudjuk nekik azt a pár percet megadni, hogy jól érezze magát egy picit. Hogyan is kezdődött ez az egész? Mikor kezdődött nálatok? Ugye 3 évvel ezelőtt kezdődött, mert a párom Gergőnél már hamarabb, mert ő lufihajtogatással foglalkozik, meg hát műsorok, születésnapi zsúrokba jár, műsorozik, és akkor onnan jött, hogy valahogy nem csak a születésnapokban, hanem akkor kórházakba is lehet járni. És akkor 3 évvel ezelőtt elkezdtük ezt csinálni, és azóta tart. Csak ide Szegedre jártok, vagy más vidéki, esetleg pesti kórházakba is? Elsősorban Szeged, tehát a Szegedi Klinikát látogatjuk rendszeresen. Szeretnénk itt egy olyan közösséget kialakítani kórházon belül is, akár az alkalmazottakkal, ahova egy rendszeres visszajáró, látogató bohóc doktorok lehetünk. Viszont emellett azért nagyon sok vidéki kórházat is meglátogatunk. Voltunk már Budapesten is, több helyszínen is, intézményekben, kórházakban is. Meg inkább délalföldi régióban mozgunk, Gyulán, Kecskeméten, nagyon sok ilyen vidéki kórház közel áll a szívünkhöz, nagyon sokat látogatunk. Itt benne van a nevetekben az, hogy doktor. Valóban segít ez a gyerekeknek? Ez egy olyan terápia jellegű történet? Igen, nagyon fontos. Élményterápiának is hívják ezt igazából a kórházakban, és nagyon örülnek a nővérek is, mikor jövünk, mert ők próbálkoznak kézműveskedéssel, rajzoltatással, kedves szóval, viszont mi azon kívül, hogy oda megyünk, azon kívül próbáljuk őket megnevettetni, és ezt nem a nővéri munka mellett, hanem azon felül egy másik oldalról csináljuk. Egyébként nagyon hihetetlenül hangzik, de rengeteg beszámolót kapunk utána a szülőktől, hogy jobban lettek a gyerkőcök, vagy pont most ez egy nagyon emlékezetes eset volt, egy 2 héttel ezelőtt volt egy Milán nevű kisfiúcska, alacsony sejtszámmal feküdt bent ő a kórházban, és az anyukája írt nekünk egy nagyon kedves levelet, meg küldött egy fotót Milánnal, és hogy képzeljük el, hogy megmérték a sejtszámát másnap reggel, és hogy jelentős javulás volt, és hogy a Milán azóta mosolyog és vigyorog, és ott őrizgeti a kis lufi kutyusát, és ezek azért úgy megmutatják, hogy azért ennek igenis van orvosi haszna is. Ha már itt a lufi kutyusról beszélgetünk, hiszen veled már találkoztunk lufi hajtogatással kapcsolatban. Igen. Miket szoktatok bevinni? Milyen dolgokkal szoktátok szórakoztatni a gyerekeket? Hát elsősorban igyekszünk olyan dolgokat felhasználni a vicceinkben, trükkeinkben, ami egyébként sem ismeretlen ugye a hétköznapokból, tehát hogy mondjuk tollakkal, a bohóc orral, orvosi gumikesztyűvel, tehát mindennel lehet viccet bemutatni, ami ott is megtalálható egyébként is. Egyébként bűvésztrükköket mutatunk, ugye lufit hajtogatunk, ugye ezt mondtuk, de azon felül nem tudom, zenélünk néha, tehát minden olyat próbálunk bevinni, ami egyébként így a korteremben amúgy is megtalálható. Mert hát ugye a gyerkőcökhöz az áll olyankor a legközelebb, és az a legkézenfekvőbb, ebben elérhető dolog éppen közelben. Én ott látok a zsebedbe valamit. Igen. Mi is ez? Én azt mondtam, hogy gumikacsa. Nem, ő megsértődik, ha gumikacsának hívják, nem, ő valami egészen más. Képzeljétek elő, a mi varázspálcánk. De mindig igyekszünk valamivel meghökkenteni, és én azt szoktam mondani, hogy akkor varázsol igazán jó, hogyha 2 csipog. Valahogy így. És ő mindig jön velünk, ő mindig itt van nálam, és akkor ő a mi varázspálcánk, hogyha valami trükket éppen be kell mutatni, akkor kettőt szokott ő csipni. Én tudom, Dorka, hogy te nagyon szépen rajzolsz. Ezt szoktad esetleg kamatoztatni a gyerekeknél? Hát eddig még nem volt rá alkalmam, mivel ez időben is telik, hogyha rajzolni kell, de már vannak ötletek, hogy hogyan lehetne őket inspirálni. Például gondolok így erre, hogy szoktam rajzfüzeteket készíteni, ami az én kis rajzolás, meg színezőket például, és akkor a kórházakban ez nagyon jól jön, de még időben ott tartunk, hogy előkészületben vannak ezek. Itt előzetesen beszélgettünk egy kicsit, és mondtátok, hogy ételosztásban is gondolkozhatok, sőt, ezt ki is tudtátok vitelezni, hogyan is történt ez, és kiknek vittétek az ételt? Igen, ez egy nagyon sikeres akciónk volt, még talán mi lepődtünk meg rajta a legjobban, hogy mennyire sikeres volt. Egy nagy szegedi áruházzal gyűjtöttünk tartós élelmiszert rászoruló családoknak, akiket utána itt Szeged és környékén, vagy amiket Szeged és környékén szét is osztottunk. Egészen pontosan december 20-áig gyűjtöttük ezeket, és utána 22-én osztottuk szét egy ilyen nagy egésznapos, hát nem roadshow, de egy egésznapos úton levéssel. Elsősorban intézményeket kerestünk meg, illetve családsegítő központokat. Nagyon sok segítséget kaptunk például a családsegítőktől, hogy kiknek és hova érdemes vinni. Nagyon sok telefonszámot és elérhetőséget kaptunk, és nagyon kedves tanyagondnokokat, akik segítettek oda el is jutni. És nem csak kórházba jártok, hanem hátrányos helyzetű gyerekekhez is. Hátrányos, igen, meg sajátos nevelési igényű gyerekekhez is, ilyen intézményekben is járunk, ahol hatalmas szeretettel várnak minket, tehát ott főleg a gyerekek, ugye. Nemrégen voltunk egyébként Pesten is, ott is többszörösen hátrányos helyzetű gyerekeket látogattunk, és hát ott viszont inkább visszajön a műsor jelleg, ugye ott általában tanterem, óvodai csoport van, és akkor ott azért lehet egy kicsit a műsort is elővenni, amikor hangulatot kell csinálni. És tulajdonképpen ezeket a műsorokat, vagy ezeket a vidám kis szőszeneteket kimondhatjuk, ti ingyen csináljátok ezeknek a gyerekeknek. Persze. Ez talán az egyik nagyon fontos mozzanat egy ilyen bohócdoktori vizitnek, hogy ugye ez teljesen ingyenes, tehát nem kerül a kórháznak, az intézményeknek egy forintjukba se. Ugye mi alapítvány vagyunk, ugye a Gyógyító Bohócdoktorok Alapítvány, és mi ugye felajánlásokból tartjuk fönt magunkat, és akkor abból jutunk el utána a kórházakba. Meg hát a másik rész, hogy Szegeden ugye visszajárni egy szegedi kórházba, szegedi alapítványként, meg nem, szerencsére nem kerül semmibe. Mik esetleg a céljaitok, amiket meg szeretnétek valósítani ebben, hova szeretnétek fejlődni esetleg? Hát, tehát először, amit mi nagyon szeretnénk elérni, az a szegedi, nem is elismertség, mert nem szeretnénk ezért mi nagy elismeréseket besöpörni, de szeretnénk Szegeden egy olyan kórházat, vagy egy kicsit a kórházhoz hozzátenni, talán ez a legjobb szó, hogy legyen itt is egy olyan közösség a kórházon belül, vagy egy olyan bohócdoktor csapat, akik rendszeresen felbukkannak a tartósan bent fekvő gyerekeket, rendszeresen látogatják, minden osztályra igyekszünk tényleg heti forgásban visszajárni, és hogy ez egy kicsit így belerögzüljön az emberek gondolataiba, hogy Szegeden is vannak bohócdoktorok. Hát meg hogy inkább, hogy számíthassanak ránk, hogyha ilyenről van szó, tudják, hogy mi vagyunk, és akkor hatalmas szeretettel és szívvel csináljuk. Okay. És itt előzetesen arról is beszélgettünk, hogy nagyon színesek például a kórházi osztályokon a személyzet is. Tehát, hogy nem csak ti vagytok ilyenkor vidámságosak, hanem akár a takarítónővel, vagy akár a nővérekkel is úgy meg tudjátok ezt a hangot, ezt a közös hangot találni, hogy ők is hozzá tudnak adni. Igen. Én mondjuk megint a saját nevemben tudok csak erről beszélni. Tehát amikor mi elmegyünk egy kórházba, akkor ugye nem csak a gyerekeket látogatjuk, de hogy ott a személyzettel is, sőt velük találkozunk ugye először, mert hát ők engednek be minket az orvosi szobába átöltözni, és nagyon-nagyon fontos része, hogy velük is nagyon jó viszonyt ápoljunk. Egyszerűen zseniális orvosnők, zseniális doktornők és zseniális személyzet dolgozik ezeken a kórházakon, és nagyon jó közösségek, és akkor mindig igyekszünk nekik is valami kis apró viccet, vagy egy táncot, vagy bármit adni, ami őket is egy kicsit feldobja aznap. Komoly része is van ennek a dolognak, hiszen biztos valami felkészülés is kell, vagy beszélgetések, különféle dolgok. Jól gondolom? Személyzettel. Hogyha a komoly osztályokra mentek, akkor fel kell készülni. Fel kell készülni, meg nem mindegy, hogy kiket engednek be. Nyilván olyan helyekre is megyünk, ahol komoly betegségekkel küzdő gyerekek is vannak, ahova csak szájmaszkba lehet bemenni, vagy lábságba, a cipőre, ahova nem vihetünk be minden anyagot, nem vihetünk be mondjuk buborékfújót, nehogy allergiás legyen, vagy steril szoba. Tehát mindenféleképpen mindig meg szoktuk kérdezni, hogy van-e olyan gyerkőc, hogy akire külön kell figyelni, mert olyan körülmények közé megyünk, vagy amit nem szabad bevinni. Vagy egyáltalán, aki nem is szeretné, hogy őt látogassuk, volt ilyen helyzet is, amikor mondták a főnővér mondta, hogy elég súlyos családi tragédián van például túl a pici fiúcska, és hogy akkor ő így nem szeretné, hogy hozzábenézzünk, vagy amit Dorka is mondott, hogy olyan betegséggel küzd valaki, akkor ott mindig egy orvosi egyeztetés ugye azért szükséges, hogy milyen állapotban van, hol érinthetem meg, hol nyúlhatok úgy a gyerkőcöz, hogy neki ne fájjon. Ezeket azért mindig jó előtte megbeszélni. És mennyire organikus maga a műsor, vagy mennyire műsor ez? Szerintem maga a bohócdoktori vizit az egyáltalán nem nevezném műsornak. Nem is orvosi vizit, mert azért attól ez nagyon távol áll, de rengeteg olyan kis apró kis vicc és trükk van a zsebeinkben eltömködve, amit ilyenkor akár zsonglőrlabdák, akár lufi hajtogatás, akár egy kedves gumikacsa, vagy csak egy egyszerű filctól, amit elő tudok venni, és akkor azzal mindenkinek nagyon sok trükköt lehet mutatni, nagyon sok viccet, de beszélgetünk is a gyerekekkel, a szülőkkel, nagymamákkal nagyon sokszor, akik az ágyak mellett virasztanak. Sokszor úgy van, hogy mi bent vagyunk a kórteremben, és közben pedig az elnök, az alapító, ő jön velünk természetesen, és közben meg kint a folyóson a nővérekkel, a szülőkkel, az ápolókkal beszélget, és gyűjti az információkat, meg sokszor lelki támaszt, tehát hogy meghallgatja a szülőknek az aggodalmait, a bajait, egy könycsebe elcsordul. Ilyen háttere is van, meg ilyen része is van a dolognak. Lassan lezárul az év, és kezdődik a január. Vannak egyébként ilyen szakaszok, hogy mikor van jobban segítség, vagy mikor kell többször menni, és ilyenkor a január egy kicsit lazább időszak, vagy mindig ugyanúgy oda kell rakni magatokat? Szerintem mindig ugyanúgy oda kell rakni magunkat. Sajnos én nem mondom azt, hogy van olyan időszakunk, amikor nem kell olyan sok kórházba elmennünk, mert sajnos folyamatosan mindig bent vannak a gyerekek, és nagyon sokan állandó lakói esetleg egy-egy klinikának. Talán most a karácsony, a két ünnep között egy olyan időszak, amikor a kórház, hogyha teheti, akkor próbálja hazaengedni a gyerekeket, ugye, hogy mégiscsak otthon tudják ünnepelni az ünnepeket. Pont ezért voltunk karácsony előtt, ezelőtt pár nappal a Szegedi Gyerekklinikán, még ugye, hogy karácsony előtt eljussunk oda is. Viszont mindig számíthatnak neki, sajnos mindig van igénye is arra, hogy mi oda eljussunk. Talán a nyár esetleg, amire én azt mondom, hogy ott kicsit a nyár olyan, hogy ott hétvégére próbálják ugyanígy hazaengedni a gyerkőcöket, mert hát mégiscsak nyár van, jó idő van, de mindig kell, hogy menjünk. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és kitartást és sok erőt ehhez a munkához. Nagyon szépen köszönjük.